A védőoltásra való jelentkezés önkéntes alapú volt, feltétele a megfelelő egészségügyi állapot megléte. Azoknál, akiknél az oltás megkezdése előtt nem jelentkezett magas vérnyomás, rendelenes cukorszint, esetleges pollenallergia, a kétkomponensű Pfizer vakcina első adagját megkaphatták. Az idős otthonokban a vakcina beadását az intézmények házi orvosai végezték az adott helyszínen dolgozó munkatársak segítségével. A hajléktalan ellátó intézménybe külön oltócsoport érkezett, és a létesítmény orvosának felügyelete mellett kaphatták meg az oltást a jelentkezők. A részvétel a négy intézmény tekintetében mint egy 60%-os volt, ami azt gondolom, hogy jónak mondható, annak tükrében különösen, hogy többen az oltás előtt közvetlenül tudták meg, hogy nem kaphatják meg éppen aktuális egészségügyi helyzetüknél fogva az oltást, úgyhogy ez valószínűleg még nőni is fog. A vakcináról egyébként az köztudott, hogy ez egy két komponensű vakcina, ennek a második oltása a január 29-i héthez képest három héttel később fog történni, tehát február 19-én várjuk a következő oltást. Azoknak, akiknek egészségügyi állapotuk nem tette lehetővé, hogy megkapják a vakcinát, a második alkalommal február 19-én pótolhatják. Az újonnan jelentkezők szintén ebben az időpontban kaphatják meg a Pfizer vakcina első adagját. Az eddig beoltottaknál nem jelentkezett komolyabb szövődmény az oltás után, emelte ki István Zsolt. Egyes esetekben enyhe karfájdalom és bőrpír volt tapasztalható, melyek az oltás utáni napon el is múltak.